Ha valamikor már fényképeztünk esküvői képeket, vagy van otthon olyan régi képeink, amiket fel szeretnénk dobni, nem hozzá, hogy ezek legyenek esküvői képek, akár családi képek, gyermekünkről, vagy akár unokánkról készült képek, és ezeket a képeket vagy fel szeretnénk dobni, akkor most ezekre mutatok egy pár módszert esküvői képeken. Kezdjünk is hozzám. Nyissunk meg egy olyan képet, amely lesz a fő képünk, és ezt a képet akarjuk majd valahogy feldobni. Nyissunk hozzá két olyan képet, amit már előre kivágtunk. És ezeket a képeket vigyük át valahogy a fő képünkre. Ezt két különböző módszerrel tudjuk megtenni, vagy több módszerrel is. Most én két módszert fogok bemutatni, hogy tudjuk átvinni. Az első módszerünk az, hogy Ctrl A gyors billentyű kombinációval kijelöljük képünket. Majd Ctrl C-vel lemásoljuk, rámegyünk fő képünkre, és ide Ctrl V gyors billentyű kombinációval behelyezzük a képet. Ha ez megtörtént, majd ugyanígy teszünk a második képünkkel is, ahol nem a Ctrl gyors másolást helyezzük előnybe, hanem az eszközpalettán kiválasztjuk az áthelyezés eszközt, melyet a V gyors billentyűvel tudunk elérni, és egyszerűen megfogjuk a képünket, és áthelyezzük, vagyis áthúzzuk a főképünkre. Ha ez megtörtént, akkor a kivágott képeinkre már nincs is szükség. Be is zárjuk őket. Itt a kijelölést megszüntetjük Ctrl D-vel, és főképünket elkezdünk dolgozni. A réteg 1-es képünket helyezzük el, ezt a áthelyezés eszközzel eligazítjuk. Úgy próbáljunk képeinket elhelyezni, hogy azok nagyban ne takarjanak. Mint látjuk, a réteg 2-es képünk eléggé takarja a fő témánkat, ezért egy kicsit, mintha le kéne kicsinyíteni ezt a képet valamennyivel. Ezt a Ctrl T gyors billentyűvel tudjuk elérni, vagy kiválasztjuk a szerkesztés, és itt a szabad alakítást. Ha ezzel elkészültünk, mindenféleképpen nyomjuk le a Shift billentyűt, és úgy alakítsuk a képünket, mert ha nem nyomjuk le, akkor a képünk hát eltorzulhat. Így arányosan fogjuk csökkenteni a képet. Nagyjából ezzel el is készültünk. Talán még én ajánlom egy kis fordítást. És így be is állítottuk képünket. Enter gomb lenyomásával elfogadjuk a beállításokat, vagy a jobb felső sarokban találunk egy pipát, ha ezt megnyomjuk, akkor elfogadjuk a beállításokat. Most már csak egy utolsó folyamat jön. A háttérképünket intelligenssé tesszük. Ezt úgy érjük el, hogy kétszer a bal egérgombbal rákattintunk, és ezáltal intelligenssé tesszük a képünket. Megkérdezi, hogy milyen nevet adjunk, most egyelőre nem nevezzük át, elfogadjuk az OK gomb lenyomásával. Ha ez elkészült, akkor már csak az áttetszőséget kell beállítani. Az áttetszőséget itt vegyük le 50%-ra,
És ebben a pillanatban úgy fog tűnni a kép számunkra, hogy megjelenik egy ilyen pepitás szín, egy ilyen saktáblás szín. Ettől ne féljünk, mert összevasszuk a képet, akkor a háttérképünk ilyen halványabb színű lesz, pont ezt akarjuk elérni. Tegyük is ezt, olvasszuk össze a képeket, bármelyik rétegünkre rákattintunk a jobb egérgombbal, és kiválasszuk a kép összeolvasztást, a képünk összeolvad, és el is készültünk ebben a nagyon látványos módszerrel. És ez percek alatt kész van. Itt a legnagyobb időt talán a kivágás fog elvenni, de ezt ha elkészítjük, akkor többször fel tudjuk használni, több képen is fel tudjuk őket használni.